Sziasztok! Egy perces társasjáték ismertetők című sorozatomban egyetlen percbe sűrítve ismertetek és értékelek társasjátékokat. Rex, Final Days of an Empire. Történt egyszer, hogy a Fantasy Flight Games kiszerette volna adni a híres Dűne társasjátékot modernizált változatban, de sajnálatos módon nem kapták meg hozzá a jogokat. Mit csinál ilyenkor az élelmes kiadó? A zászlós hajója a Twilight Imperium világába illeszti a játékot. A koncepció és az alapok változatlanok maradtak, tehát ideális esetben 6 játékos igyekszik, katonai és politikai erejével, illetve vagyonával és trükkjeivel a Mechatol Rex új ura lenni. A játék szabályai alapos ráncfelvarráson estek át, áronvonalasítva lett számos része, vagyis az FFG által sallagnak titulált részeket egyszerűen kivágták a játékból feszesebbre szabva azt. A cél a gyorsabb játékmenet és az átgondoltabb rendszer volt, ami sikerült is. A fix 8 körnek köszönhetően már nem nyúlik el akármeddig a játék, viszont a kártyák minimalizálásával talán túllőttek a célon. A Rex pedig végül nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A Twilight Imperium világa kevésbé bizonyult vonzónak, hiába sikerült maradéktalanul megfeleltetni minden egyes frakciót az eredetijével. A hűséges dűnefanok szerint a Rex száraz és kiherélt változata halvány árnyéka lett csupán az ősnek. Pedig az FFG mindent elkövetett, hogy a külcsín tekintetében ne érje panasz a Rexet. FFG szokáshoz hűen gyönyörű lett minden egyes komponense, de úgy látszik, ez nem volt elég. Holott játékmenetét tekintve ugyanazt az élményt garantálja, mint elődje. Tehát ha nem ragaszkodsz a Dűne hangulatához, a BGG 811. helyén állomásozó Rex egy nagyon jó választás. Értékelésem, nem különleges, de jól működő játék.